Köszönöm szépen mindenkit, üdvözlök. Mindenek előtt tisztelettel és barátsággal üdvözlöm itt Budapesten szerb kollégámat, akinek ez az első hivatalos kétoldalú látogatása itt Budapesten. Korábban már persze többször találkoztunk Európai Unió különböző találkozóin. Megpróbálok rövid lenni. A magyar-szerb kapcsolatok az elmúlt időszakban rendkívül kedvezően alakultak, és minden reményünk megvan arra, hogy ez a kedvező folyamat a jövőben is folyik tovább. Két ország között kiépült a bizalomnak az a légköre, ami lehetővé teszi az esetleges vitás kérdéseknek a gyors rendezését, akár a múltról, akár a jelenről, akár a jövőről van szó. Másrészt pedig lehetőséget ad arra, hogy tovább fejlesszük a kapcsolatainkat minden területen, a gazdaságban, a kereskedelemben, a kultúrában, az oktatásban, politikában egyaránt. Nem megyek végig minden előzményen, de kétségtelen, hogy nagyon lényeges szerepet játszott a két ország közötti kapcsolatok alakulásában is az a szerb törvény, amit 2009-ben fogadtak el, és amely lényegében elismerte a kollektív jogokat, és lehetőséget adott a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a létrehozására, és egyben ezeket a nemzeti tanácsokat a kulturális, oktatási és média élet területén felruházta bizonyos jogosultságokkal. Erre mi folyamatosan úgy szoktunk hivatkozni, mint a nemzeti kisebbségi politika kifejezetten egyértelműen pozitív fejleményére. A másik nagyon lényeges esemény pedig ebben az esztendőben június 26-án történt, amikor a két ország köztársasági elnöke Csurogon ezt a bizonyos megbékélési gesztust kölcsönösen végrehajtotta, és én azt hiszem, hogy ez szimbolikájában is jelzi azt, hogy a két nép tovább közeledik egymáshoz. Nagyon nagy örömmel vettem tudomásul, hogy ígéretet kaptam külügyminiszter kollégámtól, arra nézve, hogy a három magyar falu, Csurok, Zsabja és Mozsor lakóinak kollektív bűnösségét annak idején 1945-ben kimondó határozatot, hatályon kívül helyező kormányhatározat a közeljövőben meg fog születni. Ami szerbia-európai integrációs törekvéseit illeti, mindenki előtt ismert az, amit Magyarország eddig tett. Ez alkalommal csak annyit kellett aláhúznom, hogy a jövőben ugyanez lesz a helyzet. Magyarország támogatja a tárgyalások mielőbbi megkezdését, és a tárgyalások egész menetében támogatni fogja Szerbia-európai unióval folytatandó tárgyalásainak sikerét, és a tárgyalások sikeres lezárását, tehát Szerbia Európai Uniós tagságát. Mi nem kívánjuk kétoldalú kérdésekkel terhelni
a tárgyalási folyamatot. A tárgyalás egészében mi két kérdéskörre fogunk odafigyelni, nyilván másokra is. Egyelőre ezt a két területet tudom megemlíteni, amelyek számunkra lényegesek. Az egyik, arról már beszéltem, ez a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos mindenkori szabályozás és tényleges helyzet a koppenhágai kritériumoknak megfelelően. A másik, szintén nagyon fontos kérdés, ez pedig a menekülteknek a problémája, a migráció kérdésköre általában véve. Ez fontos kérdés, nagyon Szerbia számára is, a mi számunkra is. Itt különösen fontos lesz a következő időszakban a jó együttműködés. Ez elsősorban a belügyminisztériumok feladata. A két ország együttműködésének a különböző területeiről most nem beszélnék. Megegyeztünk abban, hogy ezt minden lehetséges eszközzel támogatni fogjuk, növelni kell a két ország közötti kereskedelmet, továbbra is bízunk abban, hogy a magyar befektetők növelik a szerbiai befektetéseiket, ezek közül jelenleg is van már néhány nagyon jelentős magyar befektetés, több száz vegyes vállalat működik egyébként Szerbiában, magyar szerb vegyes vállalat. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezt a folyamatot a kormányaink továbbiakban is támogatni fogják. Nemzetközi kérdésekről még majd fogunk beszélni a munkaebéd során. Eddig a kétoldalú témákat vitattuk meg. Miniszter úr, mint tudják, ezt megelőzően a miniszterelnök úrral is folytatott megbeszélést. Én azt hiszem, hogy egyértelmű volt az az üzenet, amit közvetítettünk, hogy tudnélik Magyarország alapvetően érdekelt abban a szomszéd és térségi politikája keretein belül, hogy tovább erősítse azt a kiváló kapcsolatrendszert, amit kialakítottunk az elmúlt időszakban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, János, mindenkinek jó napot kívánok. Én kivételesen elégedett vagyok, hogy ma Budapesten vendégeskedem ebben a csodálatos városban, amelyik sugároz nagyon fascináns, tehát nagyon különleges kisugárzása van, amelyet a Duna szeli át, amelyik az én országomban is folyik. Nekem ma megvolt az a megtiszteltetés számomra, hogy a Orbán miniszterelnök úr fogadott, ezt követően Martonyi miniszter úr és én, nekem volt egy plenáris megbeszélésünk, ahol a bilaterális kérdésekről, kétoldalú kérdésekről beszéltünk. Azt kell mondanom, hogy minden tárgyalásunk nagyon baráti, szívélyes hangnemben hangzott vagy folytatódott, mind amilyen kell is, hogy legyen két szomszédos ország esetében, különösen két olyan ország esetében, amelyek egyre közelebb kerülnek egymástól, mind a viselkedésükben, mind az értékrendjükben. Teljesen biztos vagyok benne, hogy nem lennének ilyen szívélyes és barátságos tárgyalásaink, ha a mi két köztársasági elnökünk nem találkozott volna ez év júniusában. És azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig úgy érezzük, és még mindig érezzük azt, amit Áder köztársaság elnök úr a mi parlamentünkben mondott, ami még ma is visszhangzik, és ugyanúgy hiszem, hogy a parlamentünk deklarációja, amelyet ez év nyarán fogadtunk el, amelyik a második világháborúval kapcsolatos volt, és a vétlen civil áldozatok tekintetében, amelyek voltak a magyar nemzetnek is, meg a szerb nemzetnek is, és ez a deklaráció a legbarátságosabb hangulat megteremtését szolgálja, és egy bizalmi atmoszféra, és egy őszinte atmoszférát képez az elövendő tárgyalásokra.
Én ma hallottam Orbán miniszterelnök úrtól azokat a meghatározásokat, amelyeket a magyar politika Szerbia felé sugároz, és mi csak visszaigazolhatjuk, hogy hasonlóan gondolkodunk. Én nagyon örültem annak, hogy én János Martonyi kollégámat hallgatva, nagyon örültem annak, hogy ő hogy gondolkodik Szerbia jövőjéről, és biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő időkben sikerül majd meg is valósítanunk azt, amiről ma beszéltünk. A nemzetiségi kisebbségek esetében, és ez nem egy frázis, de ezek arra is szolgálnak, hogy a két ország barátságát megerősítsék, és azt elmondhatom, hogy hozni fogunk egy rendeletet, egy kormányrendeletet, amelyel megsemmisítjük, vagy visszavonjuk azokat a határozatokat, amelyek elfogadhatatlanak voltak az előző időszakból az említett települések esetében, amelyeket kollektív bűnösnek nyilvánítottak ezekkel a határozatokkal. Mi információt cseréltünk arról is, hogy hogy néz ki Szerbia útja az Európai Unió felé. Tájékoztattam kollégámat, hogy mi történik, milyen munkát végzünk, milyen tárgyalásokat folytatunk a prisztinai adminisztrációval. Éppen ma is a mi miniszterelnökünk Brüsszelben tárgyalni fog maguknak a tartományi választások lefolytatásáról. Mi érdekeltek vagyunk abban, hogy ezek sikeresek legyenek, és hogy egy új, optimistikusabb jövője legyen ennek a területnek. Mi tudatában vagyunk annak, hogy Magyarország hány alkalommal és milyen határozottan támogatott minket az Európai Uniós közeledésünkben. Külön köszönetet mondunk ezért, és különösen hálások vagyunk ezért. Nagyon sajátos nehézsége és súlya van annak, hogyha mi szomszédunk nyilvánítja ki ezeket a véleményeket Brüsszelben rólunk, és ezért nagyon hálások vagyunk. Bízunk benne, hogy Magyarország az elkövetkezendő időben is segíteni fog abban, hogy készen álljunk a hivatalos tárgyalás kezdeti időpontra, magukra a tárgyalásokra, és tulajdonképpen a bevezető már el is indult néhány héttel ezelőtt, és mi mindig hallgatni fogunk a szomszédaink tanácsára, hogy szerveződjünk minél jobban, hogy ezt az elkövetkezendő időszakot minél sikeresebben abszolváljuk, jó tanácsokkal és szuggesztiókkal a barátaink részéről, és ezért valamilyen mechanizmust fogunk kidolgozni, hogy ez hatékonyan, a tapasztalat átadás hatékonyan történjen. Különböző kérdésekről beszéltünk, ezekről a hamis emigránsokról. Mi részünkről mindent meg fogunk tenni, amit csak tudunk, hogy csökkentsük ezeknek a számát. Meg fogjuk beszélni különböző határátkelők és a határmenti forgalom kérdésében, beleértve a vasúti közlekedést is. Meg kell erősítenünk az együttműködést ezeken a területeken is, mint jó szomszédok. Szeretném megköszönni a magyar kormánynak ezt a kedves és szívélyes fogadtatást, és bízom benne, hogy az elkövetkezendőkben még nagyon sok hasznos tárgyalásunk lesz, amelyeket mindkét fél támogatni fog, és mindkét fél szívesen lát. Köszönöm szépen!